Ha csokoládé van, akkor nem jön. De már megjött. Dobri becser, népem. Da. Bölcs egyetlen nagy tetovált fejű Bartos. Újra jelentkezek, úgy bizonyítom. Ez a nagy februári fölvétel, úgy bizony. Nagyba akkor neki is kezdek. Mert rengeteg kérdés volt itt. Azt mondja, nagyba. Zsombor kérdezte itt, illetve, hogy mikor megyek Döbrecenbe. Nem tudok menni Döbrecenbe, de, mert ugyanis mi a faszombú menjek. Most is volt olyan, hogy egy füllér nélkül, egy kópelyka nélkül, semmi nélkül volt, mi a faszombú menjek Döbrecenbe. Nem tudok menni sehová. Napszámból élek meg, örülök, ha tudok menni egy kis pálinkát megböhök, meg kis dohányt, mi bűvenyek, meg egy kis fűszereket, fökete borsot. Na, de ugye. Egy kis, jó kis pálinka böhök. Tehát nem tudok menni sehová. Nem. Hogy mi bű? Van-e munkám mostanában? Na. Most volt ilyen favágás, meg ilyen hólapátulás, nagyba, de nem, mert föl. Hát ilyen favágásos, meg mit tudom én, ilyen munkák most vannak, meg majd megyek most egy helyre, most tavasszal, majd így mötszeni, így metszeni, majd egy ilyen szőlőbe, meg lesz majd ott ilyen kapálás, meg mit tudom én. Viszont most már, ahogy gyűl a tavasz, én majd lesz, hogy akkor olyan fikkes úr is tálak, majd lesz itt munka. De, azt mondja, most a természetben téren milyen ételt lehet találni? Micsodát? Tighurt. Hó alul is elő lehet kapani, például tighur. Például? Akkor például kakáljön, nagyban, voltam most, nyáron, nem mondom, meg a falunak a nevét, Miskolc. Voltam nagyban ösmerősöknél. De. Úgyhogy, hogy elvittek így kocsiba, így kordéba. És akkor az egésznek a lényege, hogy mi volt a kérdés? Na mindegy, már felejtettem. Na, ja, de! Ja, az élelmiszerű. Nagyban, hogy láttam, hogy ott a faluba, ott Miskolc, ott árulnak, vagy lehet, hogy a város az, na mindegy, hogy nagyban melyen falusi gyerek vagyok, abból indulok ki. Nagyban, hogy csináltak ilyen étkását, nyáron a forróságban tettek be egy saromát, 300 forintért eladták. Ingemben 300 forint volt egy ilyen kis pohárra, miközben most télen ki lehet menni, habad be a pohárba, vizébe, aromába, ingyenbe. Na. Következő, ja, 5 percekre a fölvétel, hogy körnéznem az időt, mert a Lassi bácsú csak ennyit tud föltenni. Bartosista tűzhelyet majd mutassam be. Bartosista tűzhelyhöz köljem unafaszomba van, valahogy üttem. Körömlap lemosóba, így beleteszek ilyen, mi a rófát, ilyen dúsztos üvegnek a kupakja. Dá. Teszek be a körömlak, lemosót meggyújtom. Oda teszem a fazekat egy ilyen virágcserépre, majd megmutatom. Az ég. Tehát 200 forint. Nem ám gázpalackra költök meg, mit tudom én. Szlipákolok egy kis teknököt. Megösszeg. Rabedi jelő. Finom. Nagyba, most is elvoltam. Mindig súran csöppenik valami. Most is nagyba elvultam. Az utcán mentem. Fickó, látott a csöbrölcöm. Már megkínált egy ilyen tyópiánéba. Rá, lesz itt. Mindig van valami. Egy munka. Csak ezt túl gyöngennek letépem a füsszülé, de ez passzíva. Akkor. Nagyban mondja az egyik fickó, azt mondja, hogy a garázsban azt, hogy a takarít, segítenék-e neki majd.
Mondtam neki, hogy de, nem, ezt lő.